98-ban kezdtem én el itt Egerben, ezen az elképesztő lehetőségekkel bíró borvidéken szőlőt termeszteni. 2003-ban, ahogy elkészítettem az első évjáratomat, előző évben hozott ide ki ebbe a régi kőfejtőbe édesapám. Itt neki volt itt bal oldalon egy 7 méteres pince helye, és nem sokáig kellett győzködnie arról, hogy itt képzeljem el a borkészítést. Közel 50 tulajdonostól sikerült megvásárolni ezt a régi kőfejtőt, ami 4 bánya udvarból áll, ezeket alagutakkal kötöttük össze, és itt ez a udvarok mind más-más funkcióval bírnak. Az az alsó udvar, itt a vendéglátás, itt nap mint nap nyitva vagyunk. Van a sarokban egy kóstolóterem, ami a kőbe van kivágva. A következő udvarban egy nagy rendezvénycsarnok van, ahol egy idejében egy olyan 40 esküvőt csinálunk, és egyel föntebb van még egy nagy koncertes udvar, ahol a Fesztegertől kezdve a Soul Funk Fesztiválon át mindenféléket csinálgatunk.